Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és újra kedd este van, tehát Futiz SBC-ket fogunk kapni. Ugye a legutóbbi kategória az a jövő futi játékosai, egyfajta nagy reménységek voltak. Három nagy reménység, vagy nagy jövő előtt álló játékosra lehetett szavazni, Embolo, Asensio és Gabriel Jesusra. Most megtudjuk, hogy ki a győztes, illetve hogy mi az utolsó kategória a játékban. Szerintem egyébként right back, tehát jobb szélső védő lesz, de majd kiderül. Lassan elmúlt 7 óra, tehát nézzük meg, hogy vajon ki nyerte a Foot Future-t, illetve hogy kik az új jelöltek. Itt van még egy-két SBC, amit nem csináltunk meg, talán Bellerint holnapig megcsináljuk, mielőtt lejár, hogyha lesz rá keret, majd meglátjuk. De nézzük inkább az új Footist. Nagyon kíváncsi, hogy ki nyerte. Ez az, Gabriel Jesus. Pöcsömnek se kellett volna Asensio. 85-ös kártya, brutál. És akkor Perez, Klein és Aurierre lehet szavazni, ahogy mondtam, right backekre. Hát szerintem Perez semmiképp se nyer. Klein nyer szerintem. Aurier, ő még talán esélyes, de szerintem Klein fog nyerni. Mindenkinek majd egy Klein kell a PL csapatába, nézzük, hogy mi kell ezért a Perezért majd így elsőnek. De ott megnézem, hogy van-e valami live SBC. Nincsen, úgyhogy mehet a Futiz SBC. Szép sorba, kezdjünk Perezzel. Egy Perez, egy Perez, mindegy. 75-ös rating, 60-as chemistry. Itt is van a csapat, szinte full. Argentin egy bronzjátékos is befért, úgyhogy na, olcsó volt, bőven megvolt. Szerintem nyomjuk is el. És akkor miénk ez a Rómás Bruno Perez sima Futiz kártyája. Egyébként ez egy nagyon jó kártya és nagyon jó játékos ott az olasz ligában. Nekünk nem kéne, szerintem nem is fog nyerni. De ne legyen igazam. Vagy legyen igazam inkább, úgy mondom. Mert a klubba. Nézzük következőt. Nathaniel Klein. Ő legyen a nyertes, ő legyen érte és egy 75-ös csapat és egy 60-as team chemistry kell. Itt is a csapat, full argentin, még egy ezüst kapus is befért, ez is olcsó volt, 94-es kemi, 75-ös rating, szerintem nyomjuk is el. És akkor miénk Klein, sima Futiz lapja, szerintem ő fog nyerni, mondom. Ráadásul Aurieri szerintem brutális SBC-t kérni, nekem ez meg egy 84-es csapat lesz ezért szerintem. Na, és akkor hátra maradt Aurier, nézzük meg, hogy értem, mit kérnek hát a drágább csapatot. De nem, 75-ös rating, 60-as chemistry kell érte is. Ezt is megcsináltuk full argentinből. Még 76-os is lett a rating, szóval ez se volt drága. Szerintem nyomjuk is el. És akkor Aurier 83-as speciális kártyája. Miénk úgyis a múlva beáldoztuk a sima Aurierünket egy SBC-be, úgyhogy most pont jól jött. Atom brutál kis kártya. Nagyon szerettük a játék elején, sokat is használtuk egyébként. Nem hiszem, hogy ő fog nyerni. Na nézzük ezért a Gabriel Jesusért mit kérne. 90-es pace, 86-os lövés, 92-es labdavezetés, 76-os fizika, az nem olyan jó, de 80-as passz. Szerintem egy 84-es csapatot, igen, egy 84-es csapatot kérnek érte egy Futiz kártyával, 60-as chemistry-vel. Ez nem olyan vészes, de nem lesz olcsó. Itt is van a csapat. Egyik fele az ugye PLS, a másik fele az ilyen félig olasz, hát félig spanyol ligás, és egy olasz játékos is van benne, ugye Alessandro, meg hát a Subasic ugye az francia ligás. Nem volt a legolcsóbb SBC egyébként. Sokat kellett rajta variálni, hogy kijön a 84-es rating és a 60-as chemistry. Ugye két játékost is át kellett alakítanunk. Az egyik ez a Futizos Jesus, akit estéből kammal alakítottunk át, illetve a Runit is meg kell csinálnunk CM-ből CDM-be. Csak így jött ki nekünk 60-as chemistry, gyorsan ezt a csapatot dobtuk össze rá. Nem volt olcsó, 7004 volt a kapus, 4000 Fonte, 8007 Otamendi, 7009 Alessandro, 9004 Carvajal, 8000 a Juni, Turán, Márez 13005, Carrasco 7300, hát ugye őt áldoztuk be Jesust, és még régen bevettünk egy Kent 10500-ért. Így jött ki ez a 84-es rating, 60-as chemistry, hát megkérték itt az árat, de szerintem ez a Jesus, ez nagyon jó kis kártya lesz, úgyhogy mehet is be a csapatunkba, nyomjuk el. És itt van Gabriel Jesus kártyája, az alapkártya is brutál OP, ugye ez egy ilyen évközbeni igazolás, nem volt benne a FIFA 17 elejétől ez a kártya, 85-ös ratingű, Musza mellé fantasztikus lesz, de inkább majd mögé fogjuk szerintem rakni. Hi, 4 csillag, 5 csillag, és ugye ő mehet a klubba, ezt
a Futiz Mest meg aztán 8-szor fogjuk eldiscardolni, és akkor Gabriel Jesus-t, most hogy kész a minden 4 Futiz SBC, tegyük be a Futiz csapatunkba. Hol a Futiz? Itt van. Ugye Muszát is betehetnénk ide, de most Jesus fogjuk betenni. És akkor szerintem ez a 4-3-3-as felállás marad, de átállunk a CM Camp CM-re. És akkor Jesus-t át fogjuk alakítani CF-é, ő lesz majd támadó középpályásba, és akkor Musza fölmegy majd csatárba. És így fog gyakorlatilag majdnem kinézni a végleges Futiz csapatunk. Ugye két CM meg egy CF lesz a középpályán, Musza pedig csatárba. És akkor Rose most kimegy a csapatból, és ide bejön a helyére ugye egy RB, ugye Klein, aki RB. És akkor hát ez még csak a sima kártyája, de majd jön remélem az upgrade-et kártya. Ez a Futiz csapat már így is jól néz ki, de azzal az upgrade-et client-re szerintem brutális lesz. Na srácok, ennyi lett volna ez a keddi kis SBC-zés, ahol megcsináltuk a Futizt. Csipi voltam, ha tetszett a videó, dobd rá egy lájkot. Szevasztok!